Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Bérlettámogatás, meghosszabbított kinevezés. Aktualitások Tolnán. Harcos tábor, honvédelmi programsorozat Faddomboriban. Sporthorgászat, világbajnok lett a dombóvári Pap József. Évboltja 2024. Elismerték a Bonyhádi Italdiszkontot. Autóbuszbérlet támogatás, valamint a Vosinski Mór óvoda igazgatójának ismételt megbízása volt a két legfontosabb téma Tolna képviselőtestületének ülésén. Erről tájékoztatott Appelszófer Ágnes, a település polgármestere. 5 éve foglalt el helyét igazgatóként a Vosinski Mór óvodánál Németné Szűcs Melitta. Kinevezése lejárt, de van arra lehetőség, hogy meghosszabbítsák, ha a képviselői és a nevelői testület is támogatja. Mi magunk teljes mértében meg vagyunk igazgatóasszony munkájával elégedve, úgyhogy mi ezt a nevelő testületre bíztuk, és nem meglepő módon egyébként teljes egyhangúság volt, és támogatták a pedagógusok a jelenlegi igazgatót. Én azt gondolom, hogy nagyon magas szakmai színvonalon vezeti ezt az óvodai intézmény egységet, ami 5 óvodából és 16 óvodai csoportból áll. Jó az, hogyha a fenntartó meg van elégedve az igazgatóval, de azt gondolom, hogy az is nagyon-nagyon fontos, hogy az ott dolgozók szakmai szempontból is jó vezetőnek tartsák, és ez így is van. A jövőre nézve bizakodva született meg a döntés. A város reméli, hogy az eddigi sikeres esztendőket még több követi. A jelenlegi folyamatosan változó környezetbe fel tudja venni a fonalat. Én azt remélem, hogy mivel 5 év alatt azért már nagyon sok mindenen átesett ez az intézményegység, és nagyon sok szülővel, gyerekkel volt kapcsolata az intézményvezető asszonynak, hogy ez a jövőben sem lesz probléma, úgyhogy minden marad a régiben, és a jelenlegi igazgató lesz 5 évig még az intézményvezetője. Tolna jelenleg is megadja azt az opciót a mözsieknek, hogy a busszal bejáró diákoknak finanszírozza a bérletét. Én azt remélem, hogy ez a jövőben sem lesz másképp, de egy évre minden esetre meghosszabbítottuk ezt a szerződést, tehát azok a gyerekek, akik busszal tudnak bejönni akár az Ötvös utcai, akár a Széchenyi telephelyre, vagy a központi iskolába, a Bartók Béla utcába, mindenkinek meg fogjuk téríteni a jövőben is a buszbérletet. Én nagyon bízom abban, hogy a gyerekek jól érzik magukat ezekben az iskolákban, és nagyon remélem, hogy a jövőben sem lesz semmi probléma ezzel kapcsolatban. Legközelebb szeptemberben ül össze újra a testület a település aktuális, fontos témáit megvitatni. A Magyar Honvédség Sipos Gyula 6. területvédelmi ezred honvédelmi harcos tábort szervezett 12-14 éves gyermekeknek Faddomboriban. Az 5 napos programsorozat alatt a résztvevők játékosan, csapatban tapasztalt katonáktól tanulhattak egészségügyi és önvédelmi technikákat. Balra! Át! Schmidt Roland törzsőrmester elmondta, a katonás napirend szerinti változatos programok során a cél a táborozók egyéni fejlődése, a csoporton belüli összetartozás erősítése közös élményeken keresztül. Az ország egész területéről érkeztek 12-14 éves korú gyerekek. A tábor 40 fős, mely egy hét alatt betelt, betegség miatt azonban 39 fővel kezdtük meg a tábort. Örömmel mondhatom, hogy a mai napon is tartjuk ezt a létszámot. Minden évben azt tapasztaljuk, hogy nagyon népszerű a táborunk. Rengetegen érdeklődnek, és több visszatérő táborozónk is van. A gyerekek fizikai állóképességét mérik fel, majd fejlesztik azt. Ugyanakkor élményszerű a mindennapi életben hasznosítható ismereteket adunk át. A programok játékosan vannak összeállítva, mindenki számára könnyen elsajátítható. Nekünk táboroztatóknak az a célunk, hogy a gyerekek mind egyénileg, mind csapatban hatékonyan tudjanak együtt dolgozni, segítsék, támogassák egymást, és ügyeljenek a környezetükre. Mozgalmas foglalkozásokon vehettek részt a tanulók. 9 órakor kezdődnek a mozgalmas foglalkozások, mint például alaki foglalkozás, elsősegélynyújtás, túlélési módszerekkel ismerkedhetnek meg a táborozók, tájékozódási, tereptani ismeretekkel bővítjük a tudásukat.
Természetesen kihasználjuk a helyi adottságokat is, közelharc oktatásban is lesz részük, különböző ügyességi játékokat állítottunk nekik össze, lesz akadálypálya is, tájékozódási verseny, menetgyakorlattal egybekötve. Egy az 50 ezres térképen, hogyha 1 mm tévedsz, akkor az hány méter lesz? 50. Vargyas Diana szeptembertől a Szekszárdi Ady Endre Technikumban kezdi meg kadétként a tanulmányait. Nagyon tetszik az emberek miatt, nagyon motiváló ez a tábor, mindenkinek nagyon ajánlom. És azért vagyok itt, mert amikor voltam beiratkozni, mondták, hogy van egy ilyen tábor, és ugye engem ez nagyon érdekel, ezt a szakot szeretném végigvinni az életben, és gondoltam, eljövök megnézni, hogy ki, hogy és mennyire érdekli. Ferkov Dénes először vett részt a táborban. Igazából az egyik barátom megkérdezte, hogy el szeretnék jönni, és mondtam, persze, kipróbálom, akkor ugyebár otthon is mondtam, hogy ele jöhetek, és mondták, hogy persze. Már elég jó lenne, hogyha elmennék. És akkor eljöttem ugyebár, és igazából nagyon tetszik ez az egész katonai dolog, meg minden ilyesmi. Megfogjuk így a kezünket, ide a szekcsont alá rakjuk, és elkezdjük a pumpálást. A mai napon lesznek még menetgyakorlat, és különböző feladatokat fogunk csinálni. A foglalkozások közül a rejtőzködés, illetve a terepfeladatok tetszettek neki a legjobban. Irány utánam, ne tarts lépés! Indulj! A napokban Pakson igazoltattak a rendőrök 3 környékbeli fiút, akik egy kocsiban üldögéltek. Először egy az ülésen hagyott alufólia darabot vett észre az intézkedő egyenruhás, majd az autó és a csomagok átvizsgálása során dohányőrlők, kémcsövekben növényi törmelék, színes tabletták és kristály, továbbá mérlegek és egyéb az anyagok elfogyasztásához szükséges eszközök is előkerültek. A fiatal embereket előállították mintavételre, majd gyanúsítottként hallgatták ki. Mindannyian beismerő vallomást tettek. Június 30-án vasárnap délelőtt az M6-os autópálya és Tomori Pálduna híd közötti úton a megengedett 90 km/h helyett 181 km/h sebességgel közlekedett egy autós. A sietség ára 260 000 forint közigazgatási bírság és 8 előéleti pont lett. Mivel a gyorshajtás az egyik vezető baleseti ok, a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság kéri a közlekedőket, hogy a szabályokat, sebességhatárokat betartva az út és látási viszonyoknak megfelelően haladjanak. Július 1-től a Magyar Máltai Szeretett Szolgálata fenntartója a Tolnai Idős Otthonnak. A 42 férőhelyes intézményben továbbra is a kifogástalan és magas színvonalú ellátás a cél. Aperszoffer Ágnes polgármester úgy nyilatkozott, szeretnék, ha minél több Tolnán élő idős, rászoruló ember számára tudnának életük végén biztonságos ellátást nyújtani, és ezt a lehető legmagasabb színvonalon biztosítani. Úgy látják, hogy a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kezében ez a cél megvalósul. A Bajcsi-Zsilinszki úton található intézményben a 42 lakóról 18 fő gondoskodik. Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere elismerő oklevelet adott át világbajnoki győzelméért Pap Józsefnek. A bulgáriai Plovdivban 16. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Sporthorgász Fiadalt. Összesen 50 alakulat mérte össze tudását, ahol a dombóvári sporthorgász egyéni teljesítménye alapján a magyar csapat tagjaként a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Egy ilyen versenyre való felkészülés az folyamatos. Tehát nem lehet ezt 10 perc alatt felkészülni egy ilyen versenyre, tehát az évek hosszú munkája. Mindig gyakorolni kell, mindig toppon kell lenni, és ahhoz, hogy erre a versenyre hogy tudtam felkészülni konkrétan már, ugye azért a kezemben vannak a horgászfogások, és miután kiderült, hogy Bulgáriában lesz a verseny, az időpontja is letisztázódott, a szövetségi kapitánnyal kiutaztunk ketten Bulgáriába, mert ezen a pályán rendeztek egy horgászversenyt, a bulgár horgászoknak a válogató versenyét, amely versenyből aztán kikerült a bulgár csapat, akik részt vettek a világbajnokságon. Tehát ezt mi megnéztük, ott már szereztünk róla információkat, tapasztalatokat, láttuk, hogy mit horgásznak, milyen halak vannak, mennyit fognak.
A felkészülés nagyon komoly és precíziós munkát igényelt. Kiutaztunk a világbajnokságra vasárnap este, ott találkozott a csapat, és akkor hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön voltak a tréningnapok. Ekkor lehet összeállítani az pontos taktikát, a technikát, taktikát, hogy a halakat hogy lehet megfogni. Tulajdonképpen ez a lényege. És ez egy csapatmunka. Tehát itt nem csak én dolgoztam ezért a trófeáért, hanem az egész csapat, mert azért megosztottuk, minden este megosztottuk egymás között az információkat, sőt, még tréning közben is. A hazai válogatott csapatban bronzérmet szerzett a viadalon. Az idei június középhőmérséklete országosan átlagban 21,6 Celsius fok volt. Ezzel az ötödik legmelegebb június lett 1901 óta, írta a Hungaromet ZRT. A havi középhőmérséklet a Dunántúlon többnyire 20-22 fok között alakult. Az elemzésben kitértek arra, hogy az idén minden hónap legalább egy fokkal melegebb volt a szokásosnál. A hónap csapadéka országos átlagban 82,8 mm volt, amely 15%-kal haladja meg az 1991-2020 közötti években mért átlagosan 71,8 mm-t. Furkó Kálmán emlékére harmadik alkalommal rendeztek nyílt nemzetközi karate bajnokságot Szolnokon. A versenyen a bonyhádi Oyama karate esélyt képviselő Nyitrai Noel az előző két alkalom után harmadjára is már ifjúsági korcsoportban és egy súlycsoporttal feljebb is megvédte a címét. A bonyhádi karatéka 2023-24-es versenyévben nyújtott teljesítménye alapján korcsoportjában hazánk legjobb és legeredményesebb sportolójának számít. Új edzők érkezéséről számolt be a Tarka ASC Szekszárd kosárlabda csapata. Másodedzői pozícióban Szentendrei Áron folytatja, aki korábban dolgozott Pécsen és Pakson is. Kétszeres magyar bajnoknak mondhatja magát. A szakember a szekszárdi szurkolókat méltatta, bizakodóan várja a szezonkezdést. A gárda erőnléti edzője a következő szezonban Gyebrovszki Ádám lesz, aki szintén korábban Pécsen és Pakson is dolgozott. Évboltja elismerést kapott a Drinkshop Bonyhád Italdiscount. A vállalkozás vezetője azt mondja, az üzlet sok éves munkáját igazolja az elnyert szakmai díj. Jó áraiknak, vevőik elégedettségének és a befektetett munkának köszönheti a Bonyhádi Italdiscount az évboltja szakmai elismerést az üzletvezetője szerint. Ebből kifolyólag tovább fűzzük a szálakat, hogy lépünk, újítunk, új beruházásokat tervezünk, amiket majd önök, a kedves vásárlók is fognak látni. A céljaink ezzel az, hogy még több vásárlót szerezzünk, és a Bonyhád város, illetve környékben, akár Tolna megye vásárlóközönségét még ide csábítsuk a boltunkba. Ezt másképp nem tudjuk elérni, mint meglévő jó árainkkal, illetve nem ár emelésekkel, hanem inkább akciókkal, árcsökkentésekkel. Reméljük, ezt tudjuk tartani. Az üzlet még hosszú hónapokig visszaváltási díjmentes terméket is tud szolgáltatni vevőinek, főként sörök, ásványvizek és üdítők tekintetében. Mint tudjuk, országos szinten a DRSD bevezetésre került az egydecistől, ha jól tudom, akkor a 3 literes termékek minden egyes termékre ezentúl majd 50 forint kiszabásra kerül, ami ugye egy árdrágító tényező, és ezt kiküszöbölve gondoltuk azt, hogy ha mi bevásárolunk ezekből a termékekből, akkor következő hónapokig ezt a terhet magunkra tudjuk vállalni, illetve a vevőknek nem kell cibálni a zsákszámra a dobozokat az automatákhoz, ami most az üzletünkben is rendelkezésre áll, és el is kezdték szeretni, mert lesznek kötelező kényszerek, hiszen már most július 1-től nem is jöhet ki olyan üdítő, olyan sör a gyárakból, ami ne terhelni már az 50 forintos díj. A bolt a kezdetektől lépésről lépésre haladt és bővült. A vevők visszajelzései alapján alakítják áraikat és beszerzéseiket. Rá kellett jönni erre a sok év alatt, hogy nekünk első körben nyugodtan mondhatom, hogy nagyon jó vevőink voltak és anyagilag erősek, de most sajnos be kell lépnünk abba a körbe,
hogy akár Aldi, Lidl árak alatt áruljunk tartósan, hosszan, úgyhogy nagyon szépen kérem azokat a vevőket, akik még nem jártak nálunk, hogy jöjjenek el hozzánk, mert nyugodtan mondhatom azt, hogyha kartonos vásárlást vagy kicsit nagyobb tétele vásárolnak, akkor nálunk jobban járhatnak. Nem minden esetben, de többnyire azon törekszünk, és hogyha valami nem tetszik, akkor kérem jelezzék, mert amint tudunk, még változtatunk a siker érdekében. A vállalkozás célja, hogy 2025-re a régió egyik legerősebb italdiszkontja legyen. Mutatjuk a régió híreit. Vitatott minősítés, jön a tárgyalás. Sikertelen előkészítő ülés a kertvárosi gyilkosság ügyében. Mi is nyaralunk, transzplantált gyerekek pihenhetnek a Balatonnál. Nem fogadta el az ügyészség javaslatát a kertvárosi gyilkossággal vádolt fiatal férfi az előkészítő ülésen a pécsi törvényszéken kedden. A vádlott nem ért egyet a bűncselekmény minősítésével, így nem fogadta el a mértékes indítványt sem, ami 12 év fegyházbüntetésére tesz javaslatot. Láb- és kézbilincs, vezetőszer, így hozták a pécsi törvényszékre a kertvárosi hajléktalan megülésével vádolt fiatalt. Arcát nem mutathatjuk felismerhetően. Egy törékeny, szemüveges, középiskolásnak tűnő, gyerekképű férfi állt a bíróság elé, akit az ügyészség komoly bűncselekménnyel vádol. A Baranya vármegyei főügyészség előre kitervelten különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntettével vádolja a 21 éves férfit. Vádiratában arra tett indítványt, hogy amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűncselekmény elkövetését, őt a bíróság 12 év fegyházra ítélje. Ezt mondta még korábban a szóvívő helyettes. Az előkészítő ülést most kedden tartották. Nem teljes mértékben értettem meg a vádiratindítottakat a kényes kegyetlenség vonatkozásában, mert a nyomozás során nem került sor. Nem gyanúsították különös kegyetlenséggel a nyomozás során, ezért erre reagálni sem tudott a vallomásokban. Ez volt a kifogása az ügyészségi minősítéssel szemben. Összesen 25 nagy erejű vagy erős kalapácsütés érte az áldozat fejét, ezért a különös kegyetlenség minősítés az ügyész szerint. Az elkövető nem fogadta el a vádirat szerinti meghatározást a bűncselekményre. A nyomozás során sem ismertem az előre kiterveltséget, és ezt most is kihatom. Illetve mikor bekült a kínos kegyetlenség, ezt meglepett, hogy az előbb említett a kopnyát. Így a tárgyalásra gondolom nem szeretnék elmondani. Ha elfogadta volna az ügyészség minősítését, akkor kaphatott volna 12 év fegyházbüntetést. Mivel ezt nem tette meg, ezért tárgyalás lesz az emberölési ügyben. A vádirat szerint tavaly augusztusban a hajnali órákban találkozott a későbbi áldozattal a fiatal. Az idősebb, 60-as éveiben járó férfit étel és ital kínálásával csalta fel a lakásába a pécsi kertvárosban. Itt támadt rá hátulról az asztalnál ülő hajléktalanra egy kalapáccsal. Majd a földre került, a kalapáccsal a szakértők szerint 25-ször megütött férfit, egy késsel 3-szor mellkason szúrta. Az ügyészség szerint tettét előre kiterelte és különös kegyetlenséggel hajtotta végre. A vádlott a bíróságon azt mondta, a hajléktalan támadt rá, ő védekezett. Az ügy tárgyalása október 15-én tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódik. Mi is nyaralunk címmel idén is élménydús táborban vehetnek részt szervát ültetett vagy arra váró gyerekek a Balatonnál. A transzplantációs alapítvány jóvoltából a szüleikkel, testvéreikkel együtt kapcsolódhatnak ki a beteg gyermekek. Az egy hét alatt több sporttal is közelebbről megismerkedhetnek a résztvevők. 48 szervát ültetett gyerek érkezett az idén a siófoki egyhetes táborba. A 2 évestől a 21 évesig minden korosztályból jöttek gyerekek. A gyerekeket szüleik, testvéreik is elkísérték, így az egész család részt vehet a különböző programokon. 23 májtranszplantált gyerekünk van jelenleg is, 16 vesetranszplantált, de találhatunk a táborban szívtranszplantált gyermeket is, illetve olyat, aki vesét is és májat is kapott.
A 10 éves Gergő már nem először vesz részt a családjával a táborban. Vese transzplantáción esett át, és ahogy visszaemlékszik, a felépülés viszonylag gyorsan és zökkenőmentesen ment a műtét után. Könnyű volt. Nem volt nehéz. Hát mondjuk egy kicsit volt nehéz, mert utána sokat fájt a fejem, és kiderült, hogy agyhártyagyulladásom van. Janka is többször volt már Siófokon, ott jártunkkor pedig mindenképpen ki akarta próbálni, milyen a tudósítók világa. Közös rajzukat mikrofonnal a kezében mutatta be. Itt az Isten, itt vannak a bolygók, ez itt Raura, Janika és én. És itt egy kaktusz, és ide van írva, hogy Balaton, itt meg Siófok. A gyerekek és a családok között az egy hét során a legkevesebb szó betegségükről esik. Kikapcsolódni, feltöltődni jönnek ide, a szervezők pedig mindent meg is tesznek annak érdekében, hogy ez sikerüljön. Nézzük volna Vármegye híreit még egyszer, röviden. Bérlettámogatás, meghosszabbított kinevezés. Aktualitások Tolnám. Harcos tábor, honvédelmi programsorozat Faddomboriban. Sporthorgászat. Világbajnok lett a dombóvári Pap József. Évboltja 2024. Elismerték a Bonyhádi Italdiszkontot. Csütörtökön a Dunántúlon délelőtt még élénk, erős északnyugati szél fúj, majd délutánra mérséklődik a légmozgás. Nagyrészt napos időre számíthatunk, nyugaton egy-egy gyenge záporeső előfordulhat. Éjszaka is hasonló marad az égkép, csapadék azonban sehol nem valószínű. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!